A látványosan feltörekvő legújabb tolnai maratoni kajakos tehetség Nagy Raúl a norvég vizeken a 20 kilométeres távon is tényező lehetett volna az idei első világkupa futamon. Ha az utolsó futószakaszon jobban leteszi a hajóját a vízre, övé lehetett volna a két dán kajakos mögött a harmadik hely. De hajótöröttté vált, így fel kellett adnia az egész versenyt. Kettő dán elment, és én meg az ír gyerekkel váltott vizeztem, és csak annyit volt, hogy menjünk ketten, és majd a végén megpróbálom lefiniselni. Érdekes alkat a tolnai kajakos tehetség. Norvégiában egyébként egy számára szokatlan rövid távon, a 3,6 kilométeren végigasztalódhatott, az ötödik helyet szerezte meg. A rövidebb távokon is a jelekből ítélve eredményes tud lenni, akár 1000 méteren is. Vagyis fokozatosan kinyílik számára a lehetőség. Képbe kerülhetnek akár az olimpiai számok is. Most voltunk egy másik versenyen Szlovákiába, és ott le tudtam győzni azt, aki tavaly 500 méteren nyerte az országos bajnokságot. Még próbálom a maratont is, meg a rövid távot is így együtt csinálni. Ebben az évben próbálsz egy rövid távú kvalifikáción elindulni? Összeegyeztető a kettő? Hát... csak ilyen URV, ami tavaly is volt, arra lehet majd kijutni augusztusban, és hát ennyi igazából a rövid táv idénre. Új versenyszám a világbajnokságok programjában az 5 kilométer. Ez a táv a későbbiek során bizony feküdhet Nagy Raúlnak, ez persze még a jövő zenéje. Fókusz van az idén a maraton, és nem csak egyesben, hanem párosban is, bár a sukorói VVS-től érkező társával, Kovács Patrikkal a rövid távon is el fognak indulni. Jellemezze a párodat, miben jó, és hogyan jutok be, mi a beosztás? Hát a hosszabb távon is jó, meg 500 méteren is nagyon jó, őt vertem el most a Szlovákiába. Ő ül elől, mert jobb oda előre ő, mint én szerintem, meg könnyebb is nálam, meg kisebb is. Talán az alkati, no meg az evezési stílusbeli különbözőség, és persze az azonosság miatt is, jól fog siklani alattuk a hajó, és az egyesben az állandó kihívás, az egymás ellen élesben történő versenyzés használni fog mindkettőjük fejlődésének.